Kaposvár együttesét fogadta az OB 1-9. Fordulójában a Tigracete-Feger férfi csapata. A házigazda jól kezdte a mérkőzést a Bicskeiben, hiszen rögtön az első támadásból betalált, az első negyedet pedig 3-1-es vezetéssel zárta. A folytatásban is maradt az egriek 2 gólos vezetése, a fél időre 6-4-es eredménnyel mentek a csapatok. A szünet után mindkét fél rákapcsolt a gólszerzésre, különösen a hazaiak, akik már 9-5-re is vezettek, de a kaposváriak a harmadik negyed végéig felzárkóztak 10-8-ra. A meccset az utolsó játékrész jó egri kezdése döntötte el, Gries Torácz, Kovács Gábor és Moris is találtak be sorrendben, és 13-8-ról Várlán volt visszaút a kaposváriaknak, végül 15-11-re nyerte meg a találkozót az Eger, amely így az 5. helyen áll a tabellán. Surányi László vendégek vezetőedzője szerint voltak egyéni hibák, tapasztaltabb játékosai pedig nem nyújtottak ezúttal cikát. Dolgoznak, de az eredmények nem jönnek. Tudtuk, hogy nehéz lesz Egerben, nem gondoltuk, hogy ennyire. Utazás, minden közre játszott. Ma, megmondom őszintén, hogy ma jobban játszott az Eger, tehát jó volt. Csapatilag is voltak nekik egyéni jó teljesítmények. Ma ez így jött ki. Sajnálom, mert tényleg szerettük volna nyerni. Tóth Kálmán vezetőedző a Zsinórban elért negyedik egri siker után a beletett munkát emelte ki. Szerinte az is kulcsszerepet játszott a jó negyedkezdésekben. Nagyon fontos a mentálisan, hogy készülünk. Próbálom őket erősíteni, higgyenek magukban. Jó játékosok. El kell higgyék, hogy azok. De úgy gondolom, hogy napról napra, hétről hétre és hónapra már bizonyítanak. Fizikális munkát elvégzik, köszönet a kollégáknak, ez nagyon fontos, hogy jó kollégákat vegyen maga mellé az ember. Látszik is, hogy fizikálisan erősek, állóképesek és gyorsak vagyunk. Az egriekre szombaton a harmadik helyen álló Genesis OSC Újbuda együttese vár idegenben. A csapat szeretne helytállni, de pihenőt is kap. Egy héttel később szintén idegenben az Újpesttel lejátszanak majd Szalajék.